A nyári időszak gyakorlatilag versenymentes volt a nyíregyházi bunyósok számára, ezúttal is elmaradt a Sóstókupa, öt hölgy csak augusztus végén lépett szorítóba egy kétnapos nemzetközi versenyen. A halásztelki tornáról öt éremmel tért haza az NVSC Big Boxing csapata, Nagy Kitti az első helyen végzett, Kovács Klár és Magyar Boglárka a dobogó második fokára állhatott fel, Vastag Sára és Molnár Enikő pedig harmadikként zárt. A következő hetekben már sűrűbb lesz a program. Szeptemberben elindulnak ugye a bajnokságok, de közben Nagy Kitti most, hogy megnyerte a tornát, a válogatottban készül, aztán lesz novemberben Európa-bajnokság, még mindemellett, amit valahogy össze kell hozni, tanulás, edzés, stb., hogy ki tudjon utazni. Szeptember végén serdülő, ott is van néhány, tehát minden korosztályban úgy néz ki, hogy sikerül indítani néhány versenyzőt, de nagyon nehéz megfelelő minőségű srácokat, lányokat összeszedni a bajnokságokra. Az elmúlt években a felnőtt férfi versenyzőket tekintve nem állt túl jól a szakosztály, és jelenleg sem túl rózsás a helyzet. Felnőtt női vonalban jók vagyunk, a férfiaknál ott viszont egyedül a Kovács Ricsi van, aki most a nyáron, illetve érettségizett, most a nyáron még kihagyott, úgyhogy szeptembertől Nyíregyházán kezdi a főiskolát, úgyhogy nagyon bízok benne, hogy teljes erővel nekivág, és akkor a december elején a felnőtt OB-n vele tudunk indulni. Illetve még gondolkodom néhány profi ökölvívón, mivel most megnyílt a lehetőség, leegyeztetve a szövetséggel, ha engedélyt adnak rá, akkor lehet, hogy elindítunk néhány profi ökölvívót is a felnőtt OB-n. A mezőnyben biztosan nem lesz ott Nagy Lajos Márk, aki tavaly szeptemberben szerzett profi bajnoki címet, azóta viszont visszavonult és edzőként foglalkozik a nyíregyházi fiatalokkal.